Hogy eddig olvashatták, egy sajátos kezdeményezésről fogunk beszélgetni, nevezetesen arról, hogy legyenek helyi sajátosságok a különböző menzák asztalain, menü soraiban, úgyhogy a vendégeimet hadd köszöntsem, Szabadkai Andrea, aki a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület elnökségi tagja, jó reggelt kívánok! Jó. És Szakály Attila, üzletvezető, egy étteremben, jó reggelt kívánok! Elmondja nagyon röviden, hogy tulajdonképpen mi ennek a kezdeményezésnek a lényege, tehát miért kell évente két napot meghatározni, amikor a menzán kerüljenek helyi specialitások az asztalra, és hogy nagyjából hányan csatlakoztak, hiszen tegnap volt az első ilyen nap. A csatlakozottak száma 15 település és 18 egység. A célja pedig az volt, hogy ugye most már az elmúlt egy évben nyitott a kistermelői, termelői termékeknek az útja a közétkeztetés felé is, és hol máshol jelenhetnek meg leginkább a helyi termékek, mint a helyi specialitásokban, ugye ez egyértelmű. Úgyhogy ebben a pici lépéssel szeretnénk ezt ösztönözni, hogy akkor kezdjék el a barátkozást a termelők és a szolgáltatók, és ha sikerül, akkor ez majd tovább fog folytatódni. Mondjuk tényleg egyébként pici lépésnek tűnik, mert azért az nem tűnik soknak, hogy a országban 15 település és 18 étterem, vagy akármilyen intézmény csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Nagyon érdekes volt megfigyelni a nevezéseket. December végén írtuk ki a felhívást, jöttek az ünnepek, tehát mondhatni, hogy január elejétől mentek a nevezések, és többnyire a kis települések tudtak, egyházi iskolák tudtak nevezni, akiknek még megvan az a rugalmasságuk, megvan az a helyi kapcsolatuk, ami ehhez szükséges volt. Majd az októberi napra várhatólag már nagyobb szolgáltatók is be tudnak kapcsolódni, akiknek azért kicsit kötöttebbek a dolgai. Na, önök benne vannak ebben a bizonyos 18 egységben, mert az önök étterme ezt vállalta, hogy helyi specialitásokat tesz az asztalra éppen tegnap. Na, mik voltak ezek a helyi specialitások? Hát egy menüt állítottunk össze, szabogallérlevest, öreghegyi csőzpecsenyét és lekváros burgonyafánkot. Mi egy székesfehérvári étterem vagyunk az M7-es autópálya mellett, és igyekeztünk olyan ételeket kiválasztani, amik Székesfehérváron, illetve a környéken jellegzetesnek számítanak. Hát ebben kis csalás is volt, mert a burgonyafánk az inkább ilyen mór környéki, de végül is finom, nem? Tehát, így van, senki nem panaszkodott. És végül is elkészítettük, és elég sikere volt. Épp azt mondtuk itt, hogy beszélgettünk az előbb róla, hogy hát azért az átlagnál sokkal gyorsabban elvitték. Mi mondjuk nem közétkeztet, vagy pontosabban nem menzát üzemeltetünk, mi egy autópálya étterem vagyunk, és ott akik jönnek, hát természetesen vannak menü ajánlataink is, és a szokásosnál azért gyorsabban elvitték ezeket a mostani ajánlatokat. Ez a szarvas galériol, vagy mi volt a leves? Nem, ez öreghegyi csőzpecsenyénk volt, igen? És szarvas galérleves. Egy kicsit ilyen zöldséges levest kell elképzelni, amiben ilyen ravioli-szerű tészta van töltve, és tehát ilyen töltött tészta, hús nélküli dologról van szó, és nagyon jó volt. Szóval én sem ismertem korábban, tehát most túrtuk elő ezt a receptet, hogy egyetlen ilyen létezik, én sem ismertem, és meglepően jó volt, és szerencsére a vendégek is kedvezően fogadták. Egyébként mi lehet ennek az oka, hogy erre föl kell hívni a figyelmet? Mert az ember azt gondolná laikusként, hogy ez úgy adja magát, hogy ráadásul most már a törvény is lehetőséget biztosít, hogy akár a közétkeztetésben kistermelők és helyi termelők bevigyék a holtékáikat és bekerülhessenek, de hogy erre mégsem gondolnak azok, akik üzemeltetnek. Nagyon hosszú az út még azért odáig, hogy ez napi gyakorlat legyen. Nagyon sok oka van, így például a különböző kényelmi termékek, ami persze sokkal egyszerűbb pucolt krumplit, különböző levesporokat megfőzni, meg hát kevés is az ember, meg kicsi a hely, és ezek gyúrtészták, meg tényleg bele kell tenni a lekvárt, nincs már előre lefagyasztva, elkészítve. Tehát ez az egyik fő oka ennek, hogy kellenek az ilyen akciók. Aha. Egyébként, hogyha most elvonatkoztatunk a menzáktól, hiszen ő mondta, hogy önök egy éttermet üzemeltetnek, akkor az mennyire jellemző, hogy az éttermekben is az a helyzet, hogy akkor nézzük, hogy mi az, ami a költséghatékony, meg kevés munkát igényel, tehát hogy legyen levespor, meg legyenek ezek a félkész termékek, és akkor azokat dolgozzuk át. Hát igen, ez nem egy egyszerű kérdés.
Általában azok a termékek, amelyek jobban fel vannak dolgozva, tehát amivel kevesebbet kell ott a helyszínen dolgozni, ezek sokkal drágábbak. Ráadásul gyakran, hogyha ezeket a termékeket használják, olyan adalékanyagok vannak bennük, amelyeknek nem biztos, hogy örülnek a vendégek. Tehát, hogyha ha olyan terméket szeretnénk előállítani, ami valóban hasonlít ahhoz, amit az ember otthon eszik, akkor egyszerűbb az, hogyha valóban az alapanyagokból, tehát krumpliból, túróból, tojásból dolgozunk. Lehet valóban gyorsításképpen használni ilyen félkész termékeket, de ennek meg vannak a hátrányai. Mondom, az egyik az, hogy drágábbak, másik meg az, hogy adalékanyagok vannak benne. Tehát mi például mondjuk viszont lehet, hogy drágább, de kevesebb élőmunkát igényel, nem? Tehát ez igaz. Valóban, mi ezt kiszámoltuk, van, aminél nyilván mi is használunk félkész terméket, ezeket megválogatjuk, hogyha tényleg valóban jó minősége és garantáltan megfelelő a kínálatunkban, de például a hagymát, azt például rendesen használunk, tehát rendes hagymából vagy rendes krumpliból dolgozunk. Noha természetesen sorban állnak a jelentkezők, hogy hozzanak nekünk félkész termékeket, vagy feldolgozott termékeket, de egyszerűen mi inkább ragaszkodunk ahhoz, amit csak lehet, azt próbálunk alapanyagokból előállítani. A másik viszont az, amiről itt szó volt, hogy a helyi termelőktől, tehát mondjuk a mi esetünkben ugye szerencsére nagy forgalmi étteremről van szó, azt nagyon nehéz megoldani, hogy állandóan és jó minőségben folyamatosan kapjunk alapanyagot. Tehát ilyen szempontból nekünk is azért nyilván egyszerűbb egy nagy kereskedőtől folyamatosan vásárolni, mint az, hogy külön őstermelőktől külön-külön 10 kilónként behozni a krumplit, azért egy nagyobb forgalmi étterem ezt nagyon nehéz megoldani. Na most aztán a különböző vállalati vagy iskolai intézmények menzáért, ez aztán még inkább jellemző. Ugye nagyon azt lehet tapasztalni, hogy vannak cégek, amelyek arra specializálják magukat, hogy különböző oktatási intézményeket, ugye adott esetben munkahelyi intézményeket lássanak el étele, viszik a nagy autóban. Ott hogyan tudják elképzelni azt, hogy legyen értelme ennek a felhívásnak, tehát hogy tényleg azt érezzék, hogy meg lehet ezt oldani, hogy meglegyen a mennyiség, meglegyen a minőség, és mondjuk valamilyen szinten az egészséges táplálkozási jegyében történjenek ezek a menüsorok. Hát a nagyon nagyoknál azért nem vagyok túl optimista, meg kell mondjam. Tehát mint ahogy az eredmény is mutatja, a kisebbek mozdultak rögtön. A nagyoknál inkább azt kell mondjam, hogy egy döntés vagy egy mögöttes elkötelezettség kell mögötte álljon, mert máshogy nem nagyon sem energiája, sem anyagi forrásai, nem úgy, mint egy vendéglőnek, hogy ő szabja meg az árakat, úgyhogy megvannak a normatív támogatások, megvannak a szülő által befizetett pénzek, és ebből kell gazdálkodni. Tehát én azt gondolom, hogy ez továbbra is azért többnyire a kis főzőkonyháknak a specialitása fog maradni. Egyébként azt nézték, arra van valamilyen kimutatásuk, hogy valójában mennyire táplálkozunk egészségesen, mert az emberek tudják, hogy beviszik a gyereküket a bölcsödébe, óvodába, iskolába, és bíznak benne, hogy ott szakemberek komoly szakmai háttérrel olyan menüsorokat és olyan összetevőket állapítanak meg, ami az egészséges fejlődést segíti. Hát épp a héten volt egy konferenciánk így a közétkeztetés témában, ahol az OET, az Országos Élelmezési mindegy intézet ott volt, és nekik már több évre visszamenőleg vannak kutatásai, konkrétan mérik, ami a tányéra került, és hát nagyon siralmas, meg kell mondjam, az eredményeik, és ezért is dolgozik egyre több ember azon, hogy itt valamilyen változtatás kell. Hát reméljük, hogy lesz, és köszönöm szépen, mindezt elmondták. Köszönjük szépen. Köszönjük.